A Manstein-Szekszárdi német nemzetiségi kórus 1978. márciusában alakult, a szekszárdi német nemzetiségi baráti kör kórusa néven a Tolna megyei falvakból Szekszárdra beköltözött német származású lakosság köréből. Az első időkben az idősebb korosztály elbeszélése szerint viták alakultak ki, hogy az egyes daloknak melyik variánsait vegyék elő, milyen dialektusban énekeljenek, melyik szövegváltozatot énekeljék, és itt volt az első, illetve a második kanalnak a nagy szerepe, hogy közös megegyezéssel egy bizonyos variáns mellett döntöttek. A környékbeli német nemzetiségi dalokat vették elsősorban alapul, majd későbbiek folyamán a Magyarországon megjelenő német népdalgyűjteményekből kerültek válogatásra megtanulandó dalok. 1978 környékén a sváb családok csak szűk körben jöttek össze ünnepelni, és még mindig megmaradt a félelem, mely a kitelepítés hatására jellemezte a népcsoportot. A nagyszüleim nem igen támogattak ebben, mert azért volt benne tartás. 78-ról beszélünk. Más svábbálok azért működtek és voltak, hát eleinte ugye tanyákban, aztán később már ugye családi házaknál 4-5-6 pár kipakolta a lakását, és hát ott voltak lemezjátszóval, aztán később már ugye jött a haláscsárda, az volt az első idézőjelben nyilvános svábbál, és hát a későbbiek folyamán ugye hát mindig jobban szerettük volna, hogyha valami történik már a mi nemzetiségünk. Egyre erősebben jelent meg a vágya megmutatkozásra, és ennek eredménye lett a kórus létrejötte. Segítséget kaptunk a sváb rendezőségtől, anyagiakba is, meg hát nyilván támogattak bennünket, amiben ahogyan tudtak. Hát működni, ugye a műfázban tudtunk ott is már próbálni, Klézi János bácsinak a közbenjárására, és hát miután a Müller Kati került hozzánk karnagynak, akkor már ugye a dalok is jobban működtek, és hát Kati annak idején ugye Magnóval járta az idősebb generációt, és a dalokat fölvette, és ebből tanultunk tulajdonképpen. Müller Katalin a kórus egykori karnagya arról is híres volt, hogy próbáin kizárólag németül lehetett beszélni, segítve ezzel a nyelvi közeg kialakítását. Az első sikerek azok voltak, amikor még nem lehetett külföldre utazni Magyarországról, de a kórus rendszeresen részt vett németországi meghívásra, németországi turnékon. Aztán sorban jöttek a minősítő versenyek, aranyfokozatnál kisebb fokozatunk sosem volt, sőt, az aranyfokozatnak többféle emeltebb szintjét is elértük. Nekünk azért fontos ez az együtténeklés, mert az őseink onnan származnak, és át kell adnunk a hagyományainkat az utókornak. Az együtténeklés az egy közösségi élmény, és összekovácsolja az embereket. A kódus mellett kezdetek óta működött muzsikusként Keller Antal, aki harmonikájával más zenei irányzatból érkezett a Manstein mellé. Egész más, hogy úgy mondjam, más zene, mint amit korábban játszottam. Ugye csak egy említésre való motívum, hogy ugye a német zenében két szólamban énekelnek, vagy akár három szólamban is. Ugye a magyar nótát azt nem nagyon éneklik percben. Nos, hát nyilván akkor meg kellett ismerkednem ezzel a technikával is, már a harmonika játékban is, és fokozatosan, ahogy megtanultam ezt a zenét, úgy fokozatosan énekelni is kezdtem a német zenét, annak ellenére, hogy nem beszéltem a nyelvet, olvasni tudok németül,
meg sok gyakorlása gyakorlatilag ez ugye rendbe jött. És a mai napig talán most már egyre jobban arra törekszem, hogy zenélek is és énekelek is. Így kerek az egész. Számomra ez nem idegen kultúra, csak előjött. Következő, beszúrásképpen. Apám kakasdi, sváb ember. Nagyapám és ő ismert zenészei voltak kakasnak. Ugye, amit említettem korábban, én zenét tanultam, zenéltem, mindaddig, míg ide nem érkeztem, 83-ig. És itt jött be az, hogy úgynevezett idegen kultúra. Nem, ez bennem már bennem volt a vérembe. Vérem, csak nem jött elő. A kórus az idők folyamán új tagokkal bővült, hiszen akkor elérte az alapítókat. Ma is több fiatal számára jelent tanulási lehetőséget a csoportban való szereplés. Még annak is, aki az iskolában népismerettantárgy keretein belül behatóban foglalkozik a németség hagyományaival. Sokkal több hagyományt tanultam, annak ellenére, hogy a DNS-ben azért a hagyományápolásnak a tanárok nagy hangsúlyt fektettek a hagyományápolásra, viszont rengeteg új dalt tanulhattam, szokásokat, például, hogy hogy kell egy kendőt megkötni, vagy egy mellényt hogy kell felvenni, és szerintem ez tanulságos. Úgy gondolom, hogy itt az élő népismeretóra van itt, hiszen saját történeteket hallok, és például, amikor Németországban voltunk, és a Schwab Múzeumban múzeumot látogattuk meg, eszméletlen szép volt azt látni, hogy az egyik kórustársunk a családját megtalálta a múzeumban, és ezt azért egy népismeretóra nem mondják el. A kórus jelenlegi vezetője számára az a legfontosabb, hogy tovább vigyék azt az ősi kultúrát, mely nagy vagy dédszüleik dalaiban élt évtizedeken keresztül. Mindenképpen a legfontosabb a hagyományok megőrzése egy nemzetiségi kórus művészeti munkájában. Azt a modernizálást azt megteszik a könnyű zenében helyettünk az illetékesek. Nekünk az a legfontosabb, hogy a népdalokat megőrizzük az eredeti, illetve ahogy megismerték abban az állapotában, megőrizzük és megtanuljuk, és lehetőleg még tovább is tudjuk adni majd az ifjúságnak. A szekszárdi Monsáj kórus tagjainak elkötelezettségét mutatja, hogy a tagság több mint fele birtokosa a Szekszárdvárosért a művészet erejével címnek.